Modern gépekkel dolgozzák fel a Baromfi húst a Mastergut Kft. Kisvárdai gyárában. Vannak azonban olyan munkafolyamatok, amelyeket kézi erővel végeznek el. A cég tavaly novemberben 150 fővel bővítette létszámát, és átállt két műszakos munkarendre, mert hetente már 730 ezer csirkét vágnak le. Idén újabb fejlesztésben gondolkodnak. Egy nagyon nagy beruházásba kezdtünk itt Kisvárdán. 9 milliárd forint összegű fejlesztésbe vágtunk bele. Úgy is lehetne mondani, hogy szinte kicseréljük az egész üzemet kívülről, belülről. Több mint 13 ezer négyzetméter új épület, csarnok, technológiai helységek épülnek. Ezekben korszerűsödik, és új vonalak kerülnek beépítésre. Tehát ennek az egész fejlesztésnek nem csak egy korszerűsítés, hanem egy kapacitás bővítés is a célja. Ezzel együtt 500 fővel bővítik a létszámot is. Jövőre elérhetik, hogy hetente 1 millió csirkét dolgoznak fel. A fejlesztés egybevág a most induló irinyi tervvel. Varga Mihály miniszter azt mondta, hogy a magyar gazdaság újraiparosítása a céljuk. Segít abban, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, támogatja azokat a hazai vállalatokat, amelyek már verseny közepette méretik meg magukat, tehát támogatjuk azt, hogy verseny és exportképesség növekedjen, és azt is célot tűztük ki, hogy a válság ellenálló képessége, tehát a válság állósága a magyar gazdaságnak növekedjen. Jelenleg az ipari termelés a bruttó hazai össztermék 24%-át adja. A kormány azt tervezi, hogy ezt az arányt az irinyi terv segítségével 2020-ra 30%-ra emeli.